A Pákozdi Katonai Emlékparkban az 56-os emlékmű előtt rendezett ünnepségen Longauer Tibor, az 56-os Pesti Srác Alapítvány alelnöke tartott beszédet, aki hangsúlyozta, erkölcsi minimum minden magyar számára emlékezni 1956-ra. Nem lehetőség, hanem kötelesség. Nekem a személyes mozgatórugom az, hogy volt szerencsém személyesen is ismerni Pongrácz Gergelyt, akit később a Pesti Srácok Korvin köz főparancsnokának választottak, és akitől én a 90-es évek közepén, amikor személyesen találkoztam vele, megismertem 56-nak azt az oldalát, amit egészen másképp tanítottak nekünk még a 70-es, 80-as évekbe, és akkor bújt ki, hogy fogalmazzak így a szög a zsákból, hogy igazából mi is történt a Korvin közben, és úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a március ifjak, ugye a Pesti Srácok, az 56-os hőseink megérdemlik azt, hogy évente legalább egy alkalommal megemlékezzünk róluk. Longauer Tibor az 1956-os események fiataloknak szóló üzenetéről is beszélt. Mint mondja, fontos, hogy a mai magyarországi nyugodt világot megvédjék, ezért tegyenek, ha szükséges. Mai fiatalok egy sokkal szerencsésebb világban élnek, tehát ők természetesnek veszik azt a szabad mozgást, legyen az egy diák, legyen az később munkavállaló vagy vállalkozó, ami egyáltalán nem így nézett ki az 50-es években, de ezért az akkori generációnak meg kellett küzdenie. Nekik már ezt nem kell megszerezniük, hiszen itt ma Magyarországon egészen más világban, mint akkor az 50-es években volt. Viszont ezt meg kell védeni, és ha szükséges, akkor készen kell állniuk arra, hogy ezt megvédjék. Az ünnepi beszéd után az emlékműnél koszorút helyeztek el az 56-os Pesti Srác Alapítvány, a Történelmi Vitézi Rend Pákozd Nagyközség képviselői, a Bonyhádi Perzselmoor Technikum diákjai, a Pákozdi Katonai Emlékpark vezetői.